Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy elég érdekes, és mindenekelőtt végtelen izgalmas történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Outlanders. Az Outlanders műfeltekintve a sci-fi, a romantikus dráma és az ecchi kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször manga formájában jelent meg, méghozzá Yōji Manabe révén, aki 1985 és 87 között összesen 8 kötet formájában publikálta magát a mangát, és megjelent maga a játék is, mely 1987 és 88 között két eredeti PC-re kiadott videójátékot jelentett. Végezetül azonban megjelent maga az anime is, avagy a fő történetünk, mely 1986. december 16-án jelent meg egy 48 perces játékfilm formájában. Elsőként Katsuhisa Yamada rendező, míg másodszorban a forgatókönyvírók Kenji Terada és Sukeira Tomita a munkájának köszönhetően. Történetünk a jelen világunkban veszi kezdetét, melyet egy hatalmas változás érint, mikor egy idegen űrhajó száll le a földre, fedélzetén a Santo Vasco birodalom örökösével, Kám hercegnővel. A találkozás azonban nem csak hogy rövid életű, de egyben eléggé erőszakosra is fordul, egészen addig, míg Kám szeme megakad egy fiatal férfén. Wakatsuki Tetsuya egy egyszerű fotósként találja magát az idegen világbéli hajón, ám a vendégség egy nem várt kérést is rejt főhősünk számára, kinek sorsa, hogy egy nap a világ ura legyen, mint Kám férje, s egyben a föld megmentője. Azonban lassan kialakuló szerelmüket többen is fenyegetik, köztük a birodalom császára és annak hűszolgája Progress, de barátaikkal, a hajós kapitány Gavaldival és szeretőjével Battiával közösen szembeszállnak ellenségeik, abszolút makacságával és gyűlöletével. Hogy mindenkölt végül beteljesítsék sorsukat, avagy elhozzák a régóta várt békét. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely nem csak izgalmas, de humoros is volt egyben. Nagyon jól ötvöződött benne a különbözőbb karakterek, avagy Momo és Nao révén, valamint az érett szituációkon keresztül generált erotikus humor. Tetszett a képi és a hangvilág is, egyetlen hibaként csupán a sztori lezáratlanságát említeném. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor az Outlanders egy 10/9-es sztori lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!